Este lesz egy kis összeröffenés itt a bázison, úgyhogy Botival magunkra vállaltuk a házigazda szerepét. Én elmentem bevásárolni, most megkeresem Botit, mert szeret bujócskázni a fiú, aztán irány a konyha. Bár Botit nem találtam sehol, de hát a munka az nem állhat meg, úgyhogy most egyedül fogok nekiállni a főzésnek. Au! Botikám, aranyszívem, mász ki a szekrényből, nézd rá a telefonodra, küldtem fizetési kérelmet, rendezd az adósságodat, aztán álljunk bele a melóba végre. Jó, jó, jó. Na most, hogy kijátszodoztuk magunkat és kiegészült a csapat, neki is állunk a főzésnek, én házi ajvárt fogok készíteni kolbásszal. Én egy vörös lencsés indiai dált fogok csinálni nánkenyérrel. Hú, de izgi! Az ajvárral fogok kezdeni, első lépésben besütöm a padlizsánt, a kápia paprikát, a fokhagymát és a paradicsomot. Előmelegítsem, Zsolti? Ez már kollegialitás. Köszönöm szépen, Botti. Szívesen. Amíg Zsolti előkészül a zöldségekkel, én elkezdem a nánkenyeret, mert egész sokat kell majd kelnie, szóval egy kis cukros vízbe felfuttatom az élesztőt. A padlizsánt először meglocsolom egy kis olívaolajjal, sózom, borsozom és úgy kerül a sütőbe. A fokhagymát pedig alufóliába csomagolom, megsózom, meglocsolom jó sok olívaolajjal, és úgy megy be a padlizsán mellé a paradicsom és a kápia paprikával együtt. Az élesztő felfutott, szóval most összeállítjuk a tésztát. Egy tálba mehet 250 g liszt, hozzá egy kis só, sütőpor, a felfuttatott élesztő és egy löttyintésnyi olívaolaj, és ezt most szépen kidagasztom. A megdagasztott tésztát egy olajozott tálba tesszük, folpakkal lefedjük és minimum másfél óráig kelni hagyjuk. Most pedig bekeverem a kolbászhúst, kerül bele piros paprika, chili, só, bors és egész kömény. És természetesen fokhagyma is. Meg is sültek itt a dolgok, most kiveszem a sütőből, a kápia paprikát beteszem egy tálba, lefóliázom, utána veszem le a héját, addig a többi motyó pedig hűl egy picit. Én addig pedig elkezdem a dált, egy kis olajon le fogom pirítani a gyömbért, a fokhagymát, a csilit és a vöröshagymát. Én pedig megformázom a kolbászhúst és kisütöm egy kevés olajon. Már itt a alapom egészen jól izzad, addig pedig megsózzuk egy kicsit, borsozzuk, és adunk hozzá egy kis kurkumát is. Nagyobb kockákra vágtam két egész paradicsomot, és ezt most lepirítjuk. És ha az kész, hozzáadjuk a konzerv paradicsomot és a zöldség alaplét. Ó, és majd elfelejtettem, babérlevél. És most jön a főszereplő, a vörös lencse, ezt most szépen átmossuk egy szűrőn, és utána beletesszük a dálba. Én annó azért kezdtem el magamnak csinálni az indiait, mert sokkal jobban be tudom lőni azt az ízvilágot, amit én szeretek, és hogyha régen utáltátok azt hallani a nagymamátoktól, hogy érzésre fűszerezzetek, akkor most is ezt fogjátok tőlem hallani, sajnálom. Teszünk bele garam masalát, korianderport, görög szénát, és a színe kedvéért még egy kis kurkumát. Hova? Nem tudtam, hogy ez ilyen gyors lesz, én meg addig megpucolom a paprikákat. Az ajvárhoz meg is pucoltam a paprikákat, de még van egy fokhagymám is, ezt is kénytelen vagyok megpucolni, aztán mehetnek a zöldségek az aprítógépbe. Finom? Most pedig a zöldségeket sózom, borsozom, facsarok rá egy kis citromlevet, és adok hozzá egy kicsit darált paprikakrémet, ami csípős. És az ajvárba kerül még egy kis Worcester szósz is. És bár nem terveztem, de most megkóstoltam, és úgy érzem, hogy egy pici füstös íz jól állna neki, úgyhogy teszek hozzá egy pici folyékony füstöt, ha Boti is benne van. Gyere, Botikám, kóstold meg te is. Mehet. Ez a dál tulajdonképpen már el is készült, tényleg az az utolsó lépés, hogy teszünk hozzá egy kis citromot, egy kis kókusztej, és még egy nagyon picike csiliport. A nántésztát kiszedjük a tálból, és 8 egyforma kis golyóvá formázzuk őket. Ezeket a szép kis tésztákat most ilyen elég hosszúkás, ovális formájúra fogom nyújtani. Belenyomkodok egy kis koriandert, ezután megfordítom, bevizezem a hátulját,
és egy közepesen forró serpenyőben kisütöm. Lassan elérkezünk a főzés végéhez, nekem is már csak annyi dolgom van, hogy felszeleteljem a bagetteket, és ebbe a kolbász zsíros serpenyőbe picit lepirítsam őket. Boti, igazából én kész vagyok, úgyhogy ha tudok segíteni valamit, akkor mondjad ám. Szuper! Hát én már itt kisütöttem az elsőt, és igazából az lenne a dolog, hogy nagyjából 3 fokhagymát ki mennyire szereti. Ezt légy zúz le, és egy kis olívaolajjal keverd össze, mert a frissen kisülő nánokat, azokat most le fogjuk kenni. Az ember a kis ujját nyújtja, nem baj, Botikám, neked szívesen. Na és akkor, amíg Boti itt eljátszadozik a nanokkal, ugye, ahogy mondtam, addig én tálalok. Kész a nán is, szóval jöhet a tálalás. Szedjük tányérba a dált, mehet rá vegán tejszín, tépkedjünk rá koriandert, és végül egy kis reszelt citromhéj. Srácok, könnyekig vagyok hatódva, hogy elfogadtátok a meghívást, ti legalább időben ideérkeztetek, a többiek majd becsatlakoznak, ne várjunk, hanem szerintem együnk egy jót. Sziasztok! A videót az OTP Bank támogatta.